99 éve 1922. február 10-én született Gönc Árpád, magyar köztársaság első elnöke. Gönc Budának ott a Pázmány Péter jogi karánya mai eltén tanult, és az egyetemi felmentése miatt csak a háború végén kellett beállni a katonának, ott viszont már meg kellett szöknie, ugyanis a Németországba menő serege nem igazán szeretett volna tartani. Ezt a szovjetek többször is elkapták, de ő onnan is megszökött, még ebben az évben tudott csatlakozni a független kisgazda pártba, ahol három évig volt, de nem azért, mert komoly botrányaink lettek volna, hanem azért, mert három év alatt felszámolták a pártot teljesen. Ezután még három hétig a katonapolitikai osztályon is volt, ezután pedig segédmunkás, lakatos és mindenféle ilyen munkákat vállalt el, majd pedig ezután jött 56. A forradalom után a Bibó Perben, a másik legnagyobb megtorló Perben, 56 után, és részt vett, másodrengő vádlatként hallgatták ki, és életfogytiglant kapott, ám szerencsére 1963-ban szabadulni tudott. Ezután lesz szabadúszó író fordító, és eléggé jó volt a fordításban. Például a Kurának a nagy részét azt bizony ő fordította le. A rendszerváltás után az mdf SDS megállapodás keretében lett a, a magyar közösség első elnöke, és ezt a pozíciót 10 évig be is szeretette, utána Mádül Ferenc váltotta őt. Ugyan a 10 év alatt voltak botrányai, például az 52-es koncert, a média vagy a, ezek a kisebb konfliktusok az Antal kormányjal, de mindig nagyon népszerű politikus volt. Még a média háború legdurvább időszakában is 69%-kal vezette a népszerűségi rátát. Ma, á, mai köztesekei elnökünk Áder János az 57-et ért el, és ez volt neki a max, úgyhogy még népszerű politikus volt. A Medián egyik 2006-os felmérés szerint az emberek 16%-a őt gondolja a 20. pozitíva magyar politikusának. Ez egyébként az 5. helyre elég. Elnöksége után a nyilvánosságtal távol elég visszavonultan élt. 2015. október 6-án 93 évesen hunyt el.